A vezetőedző 8,5 évnyi szekszárdi edzősködés után tért vissza Pécsre. A célja pedig az, hogy ismét sikeres női csapat legyen a városban. Éreztem, hogy kell változás, nekem hosszú évek óta ott voltam. Itt láttam nagy potenciál ebbe a csapatban, mert lányok nyertek junior bajnokságot, amit azt jelenti, hogy van sok tehetséges fiatal lány. Másik, amit tudod, évek keresztül, tudod, én laktam Pécsen, és mozogtam este, mozogtam városban, és tudod, nagyon szomorú, hogy női kosárlabda kb. Elveszítette ez a régi, nem lehet már beszélni hagyományról, és ez a év pont 20 éve Pécsi Final Four-tól. 2004-ben volt itt Pécsen Final Four, mikor emberek nem tudtak bemenni csarnokban, mennyi volt sátorként, és én akkor pont telepettem itt Magyarországra, vagy Pécsen, én akkor jöttem, és valahol ez a globális az egészben nem győződött ez, hogy jött ide, hogy visszajövünk, és akkor próbálok teljes energiával hozni régi szép idők. Az együttes a tavalyi évhez képest jelentősen átalakult. Lecserélődtek a légiósok, és érkeztek meghatározó magyar játékosok is. Valamint az utánpótlásból is kerültek fel fiatalok. Ez egy teljesen új csapat. Én szerintem nekem mindig fontos volt, hogy az én csapatom olyanok legyenek, ha lehet mondani, szeretni való. Én szerintem ez egy olyan garda. Pont beszélek lányokkal is sokat, hogy minden kell tenni pályán, hogy szurkolók kezdenek jönni, és látni minket, azt jelenti, kell vetődni minden labdaért, kell harcolni utolsó pillanatig, és még ezt az egyet kell nyerni, amit régen himnusz volt itt Pécsen. Úgyhogy én szerintem én nagyon optimista vagyok. Én úgy látom, hogy nem is rögtön, de a lányok jól fognak dolgozni, és ha leszünk szerencsések, ha nem lesznek sérülések, én szerintem ez a csapat már ebben az évben nagy dolog képes lesz, de következő évben szerintem még jó. A csapat új irányítója az elmúlt években belekóstolt a légiós életbe, azonban nem úgy alakult a sorsa, ahogy ezt elképzelte. Törökországba úgy mentem, hogy Roberto Indiguez egy nagyon jó edző hívott, és igazából az ő személye miatt választottam, csak ugye ott nagyon hamar távozott, és másik edző lett, szóval igazából a sorsom is meg lett pecsételve, úgymond. Úgyhogy onnan Franciaországba folytattam, ahol nagyon sokat tanultam magamról igazából az egész év alatt, úgyhogy kosárlabda része nem úgy sikerült, viszont azért mentálisan szerintem nagyon sokat fejlődtem, és igazából utána még gondolkodtam, hogy kimaradjak, vagy hazajöjjek, és családi okok miatt is úgy döntöttem, hogy hazajövök, meg Zsekóval szeretek együtt dolgozni, és lett ez a lehetőség egy kicsit később, tehát elég későn jött ez, hogy akkor ide fogok jönni, de nagyon szimpatikus a csapat, hogy fiatalok vagyunk, pörgünk edzéseken, úgyhogy abszolút úgy érzem, hogy ide beleillek. A tavalyi évben szurkolókkal beszélve sokan hiányoltak egy jó edzőt és egy jó irányítót. Idén mindkét posztra tapasztalt ember érkezett, ami remélhetőleg a játékon is meglátszik majd. Én is bízom benne, hogy így lesz, ahogy mondod, és ezen leszek maximálisan, hogy tényleg segítsem a fiatalokat is, meg igazából, hogy az egész csapat ezt a rendszert megtanulja, mert én azért Zsákot már elég jól ismerem, úgyhogy ebbe tudok segíteni. Igazából szerintem elsősorban fel kell keményednünk, és ezáltal, hogy fiatalok vagyunk, megmutatni, hogy többi csapatban akár több tapasztalt játékos is van, és nálunk úgymond csak egy-kettő, mert a légiósaink is viszonylag fiatalok, és nincs is sok, tehát szerintem az kell, hogy magabiztosak legyünk, és abszolút együtt dolgozzunk a pályán, és segítsük egymást folyamatosan, és a rendszert elsajátítsuk, és hogyha az meg lesz, és megcsináljuk, amit kérnek tőlünk az edzők, akkor szerintem egy szép szezon előtt állunk.
Az irányító a pályán az edző meghosszabbított keze, különösen igaz ez akkor, ha olyan emberről van szó, aki évekig együtt dolgozott a trénerrel. Igazából ilyenkor ugye ő is ide került a lányokhoz, és rengeteg dolgot kell elmondani, mert elmondja, hogy milyen kosárlabdát szeretne játszani, és én igazából ebben segítek, hogy a pályán, ha én vagyok egy adott játékossal, akkor ne kelljen neki mindig mindent mondani és elismételni, hanem csak én gyors oda megyek, és tudod, ezt beszéltük emlékezve, tehát próbálok főleg most itt az elején minél többet beszélni és segíteni, hogy a rendszer hogy is akar lenni, mert én már tudom, igen, úgyhogy elsősorban most ez a dolgom. A válogatottal idén két fontos tornán vett részt. Ugyan az olimpiai selejtezőn nem sikerült hazai pályán, a világbajnoki előselejtezőt viszont megnyerték. Így már csak egy lépésre van a nemzeti csapat a VB-től. Nagyon jó volt, nagyon jól éreztem magam, felszabadultak voltunk, főleg az első meccs után megéreztük, hogy milyen ez a stílus, és igazából alig vártam, hogy hazajöjjek és folytassuk a munkát, mert már ugye nem az van, hogy itt alapozással kell kezdeni, hiszen benne voltam a játékban, úgyhogy jó állapotban vagyok én is, és igazából csak vártam, hogy jöjjek és kosárlabdázzak. A hétvégén, a Magyar Kosárlabdázás napján köszöntötte az MKOS a 2023-2024-es idény legjobbjait. A csapatból Kinga mellett Rátkai Eszter vehette még át az év játékosának járó díjat. Esztit az U18, Kingát pedig az U16-os korosztály legjobbjának választották meg. Az Európa-bajnokságon már június végén elkezdtünk készülni, egész júliusban készültünk, és utána augusztusban játszottunk Európa-bajnokságon, ahol 6. helyezettek lettünk, amilyen lehetett volna jobb, de azért elégedettek vagyunk vele. És utána kaptam még 2 hetet pihenni, és utána megkezdtem az alapozást itt. A korosztályos tornákat jellemzően nyáron rendezik, így aki ott szerepel válogatott színeiben, annak nem sok pihenő jut a nyárra. Volt az 1-2, amikor teljesen pihentem, és a másik hétben már kicsit futottam, meg ilyen nagyon laza, de így mozogtam valamit, szóval, hogy ne lustuljak el teljesen. Ilyen fiatalon a beilleszkedés a felnőtt csapatba talán a legnehezebb, még akkor is, ha jó a csapatban a hangulat. Szerintem nagyon pozitívan állnak hozzám, és nekik is az a céljuk, hogy fejlődjek, és próbálnak minél több játékpercet adni nekem, és én is mindent megteszek azért, hogy tudjanak. A válogatott bedobója egy évtizeden keresztül hűséges volt csapatához, azonban az átformálódó pécsi csapat hívására mégis igent mondott. Én a Nevelő Egyesületemtől a Győrtől kerültem ide most, és 10 év felnőtt csapatban töltött időszak után döntöttem a váltás mellett, és örömmel válaszoltam a Pécsnek a hívószavára. Én úgy gondolom, hogy egy nagyon jó helyre kerültem, itt minden megvalósul, amit én kerestem erre a szezonra, úgyhogy így kötöttem itt ki. Eljátszottam egyébként a légióskodás gondolatával is, de úgy voltam vele, hogy ha Magyarországról lesz egy olyan szintű megkeresés, amilyet én képzelek el magamnak erre a szezonra, akkor a hazai szezon mellett döntök, és ez lényegében így is volt, egy olyan megkeresés jött a Pécstől, ahol a szakmai fejlődés lényegében garantált, nemzetközi poronnan is versenyelt a csapat, és természetesen a cél a legjobb négybejutás a szezon végén, úgyhogy szerintem minden feltétel megvalósulik. Ági akár csak a keret többi játékosa, aki a világbajnoki előselejtezőn szerepelt, végig dolgozta a nyarat, így egy rövid pihenő után edzésből érkezett a csapathoz. A nyarat a VB előselejtező tornára való felkészüléssel töltöttük a válogatottal. Ez az előselejtező torna pedig egy 8 csapatos torna volt, aminek a győztese szerzett jogosultságot a selejtező tornára, ami egyébként egy hasonló torna lesz majd 2026-ban, mint ami egyébként az olimpiai selejtezős torna volt, úgyhogy ilyen szempontból ismerős lesz, és valószínűleg már nem fogunk beleesni abba a hibába, amiben februárban, hogy nem jutunk ki a 4 csapatból, a 3 kvalifikáló csapat között szeretnénk lenni. Ez a ruandai torna szerintem nagyon jól jött, főleg a februári fiaskó után. Egy ébresztő jellegű elveszített mérkőzés után már az összes mérkőzésünket sikerült megnyerni. Szerintem meccsről meccsre, de jobban játszott a válogatott. Ugye ez egy új felállás volt, Völgyi Péter vezetésével estünk neki a tornának, és úgy gondolom, hogy nagyon, nagyon pozitív előjele ez akár a novemberi EBL-es előselejtező meccseknek, akár a 2025-ös Európa-bajnokságnak, és a 2026-os VB-nek is akár.
A jelentősen átalakult együttes idén is az előrelépést tűzte ki maga elé, mind hazai, mind nemzetközi porondon. Kicsiben gondolkozva hétről hétre szeretnénk fejlődni, és minden egyes mérkőzést megnyerni. Én úgy gondolom, hogy itt versenyben lehetünk a top csapatokkal is egész szezon során, mert egy nagyon munkástársaság jött össze, egy olyan vezetőedzővel, aki szintén az alapos munkáról híres, úgyhogy szerintem ehhez minden adott, hogy megszorongassunk bárkit ebben a bajnokságban. Én nagyon szeretném, hogyha négyben lenne a csapat, ha pedig ez megvan, akkor utána már lényegében bármi megtörténhet. Az Európa kupában pedig mindenképpen szeretnénk jutni a csoportból, és körre-körre előre menetelni. A játékos keret mellett az idei évre a hazai pálya is megváltozik, hiszen visszatér a csapat a városi sportcsarnokba, oda, ahol egykor a legnagyobb sikereit aratta. Én azt gondolom, hogy Lauberdezsó csarnok ez a angolul home of the women basketball, azt jelenti, nem tudom, magyarul ez lehet úgy mondani, női kosárlabdának otthona, és nem csak Pécsen, és nem csak Magyarországon, hanem Európának. Azt jelenti, hogy Európában elmész, például én Szekszárdon, amikor utaztam, játszottam Euroligát, és beszélek játékvezetőkkel, sok olyan csapatvezetőkkel, mindenki kérdezi engem, hogy Pécsen milyen volt Kongol. Erről beszélnek mai napon Európában emberek, és én azt éreztem, hogy úgyis, hogy itt vannak brutális jó facilities, azt jelenti lehetősége akadémiában edzeni. Tényleg itt minden van, amit egy fiatal játékos, vagy bármelyik játékos tud álmodni. Én azt gondolom, hogy Lauberdezsó igazán ez, hol hagyja Isten, újra fogunk tudni telíteni, akkor ez a hangulat. Én sokszor azt mondtam játékosnak, nem ugyanolyan játszani teli csarnok van és üres leláton, mikor van. Ez egy speciális érzés, és azért kell élni, ha mondom. Nem edzeni és játszani, hanem élni miatta. A fiatalok beépítése kulcs lesz Pécsett a csapatépítésben. Nem csak az U20-as szabály miatt, hanem azért is, mert a junior bajnoki cím után a következő lépcső ez lehet az utánpótlás számára. Most is látjátok, hogy kivek ott ponttól Alper, U18 és B csapatnak is edző, Dadavi Lipics ugyanolyan fog vezetni, azt jelenti, hogy ez minden napi kapcsolat. Itt egy olyan rendszer fogunk próbálni kialakítani, hogy oké, lesz egy felnőtt csapat, de ugyanolyan lesz egy B csapat, akinek ez lesz fő cél, akkor próbáljunk játékosokból, vagy tehetséges játékosokból csinálni nagy játékosok, mert nem biztos, hogy mindig fog mindenki tudni játszani felnőtt csapatban, de én szerintem ez egy tökéletes lépcső, mint amit létrák, amit csináltak lányok. Minden lépcsőre kell állni, és ez szerintem szenzációsan jó, már működik, de én nagyon hiszem, hogy egész szezonban úgy lesz. A bajnokság szeptember 27-én pénteken kezdődik, amikor a csapat a Cegléddel csap majd össze. Nemzetközi porondon október 9-én Olaszországban lép pályára először az együttes. Három pécsi fiatalember a nyáron több mint egy hónapot tölthetett Tájföldön, ahol heti 12 edzéssel készültek a mérkőzésekre és a közelgő bajnokságokra. Hanis Bálint lent volt egy edzőtáborba tavaly, amit a budapesti klub szervezésében indítottak, és Krúd Invitavat mester tartott egy hetes ilyen kurzust, amiben Muay Borán, Muay Thai alapokról volt szó, és ott tanította a fiatalokat. És akkor egy olyan kapcsolat indult ki, munkakapcsolat alakult ki, és indult el köztük, hogy ez oda vezetett, hogy meghívták, hogy menjen ki, ha tud, akkor edzenként velük. Aztán ezt odáig sikerült tovább bővítenünk, hogy ezt az egycsoportos kiutazást ezt három főre tudtuk bővíteni. Pedü Balázs és Siffer Ádám is kiutazott vele, és akkor így egy hónap edzőtábor tulajdonképpként meg tudtak valósítani, aminek edzőtábor mellett nem csak az volt, hogy edzésekre készültek, hanem versenyeket is tudtak tulajdonképp vívni. Ugyan Magyarországról Tájföldre leginkább nyaralni járnak az emberek. A három fiúnak ez most nagyon kemény edzőtábor volt, amit nagyon élveztek. Szerencsés helyzetben voltunk Bálint tekintetében, mert a PEASZ adott egy pályázatot be a városnak, és így a sportolói támogatás révén egy jelentős részét tőlünk, mert a kiutazásnak tudtuk finanszírozni, egy másik felét család mi raktuk hozzá, tehát a két másik versenyző tekintetében viszont ezt esmértékben a család támogatásából épült föl. Általában ez egy nagyobb összeg szokott lenni, de ezen az edzői kapcsolat révén, amit itt említettem az előbb,
ez egy kedvezményes, de egy jó egy hónapos edzést jelentettem, hogy heti 6 edzés, napi 3 edzéssel, és emellett versenyekkel tűzdelve személyi edzéssel együtt volt tulajdonképp egy ilyen kedvezményes lehetőség. Nem kívántuk kihagyni, bár a fiúk gondoltak arra, hogy ebből egy kicsit nyaralás lesz, de ez egy elég erős szakmai munkával van zsárt így a nyár folyamán számukra. Érettségi után a fiatalok gyakran hosszú nyári semmittevést terveznek maguknak, sok pihenéssel és bulikkal. Nos, Bálintéknak egy kicsit másként alakult a nyár. Szerencsére a családom, a PEAC, illetve a város segítségével sikerült kijutnunk Tájföldre, két barátom, és ez egy hatalmas élmény volt számunkra. Érettségi után utaztunk, és ez egy ilyen nagy kő volt, leesett a szívünkről. Nagyon jó hangulatba tehetek kint az edzések, szerencsére befogadtak minket egyből. Sikerült mind a kettőnknek, mind a hármunknak mérkőzést játszani, és győzedelmes kettőnk. A fiúkat kint szerencsére a honvágy sem zavarta, az átállással sem volt problémájuk, és ha tehetnék, ismét belevágnának ebbe a kalandba, pedig keményen megdolgoztatták őket. Hétfőtől szombatig napi két edzésünk volt, reggel 7-kor keltünk, 8-kora már edzésen voltunk, akkor futva mentünk. Az egy 3 kilométeres szakasz volt, távolság, és bemelegítés, árnyékolás, bunyó, páros gyakorlatok, és illetve pont kezdjük. Ami elsősorban nagy különbség kint, hogy ugye a levegő, sokkal magasabb a páratartalom, szóval hozzá kell szokni, az nagyjából egy hét, mire megszokja a szervezet edzés mellett, vagy hát számomra annyi volt. És a közösség, sokkal nyugodtabbak a tájemberek, és így átveszi az ember, hogyha kim van, egyszerűen. Nem csak a páratartalom, a hozzáállás és a közeg másként, hanem a küzdelem sem úgy zajlik, mint nálunk, vagy az amatőr mezőnyben. 5 menet van, nagyjából minden nap vannak mérkőzések. Chiang Mai-ban, ahol mi voltunk, ott, ha jól tudom, 4 vagy 5 stadion van. Minden nap folynak a mérkőzések, és igazából kiskoruk óta a gyerekek ebbe vannak. Tájföldön profi szabályrendszer szerint vívják a küzdelmeket, így csak fogvédő, kesztyű és szuszpenzor van, mint védőfelszerelés. Mégis a küzdelem volt a habatortán. Úgy volt először, hogy amikor kimentünk, akkor a Krudi mester, a tájedző, akivel egyeztetve mentünk ki, ő mondta, hogy akkor egy hónap alatt akkor 2 mérkőzés. Azt gondoltam, csak viccel, de nem viccel. 2 hét után volt egy mérkőzésem, az címmérkőzés volt, és sikerült megnyernem, 3. menetes KO-val, és utána mielőtt elutaztunk át Phuketre, azelőtt még volt egy mérkőzésem, az végigment pontozásra 5 menet. Nem tartottam egyáltalán tőle. Tudtam, hogy más lesz, mert nincs védőfeszelés, ugye ez nekem teljesen új volt, de nagyon élveztem végig, és meglepően nem is fájt a blokkok, mert ugye rúgnak, az blokkolod, az csont a csonttal, szóval meccs után már fájt, miután kiment az adrenalin, de bennem, szerencsére. Kevesen mondhatják el magukról, hogy ilyen fiatalon ekkora élménnyel gazdagodhattak. Ráadásul nem is egyedül élte meg ezt a kicsivel több, mint egy hónapot. Igazából nem lehet szavakba önteni, mert két barátommal voltam kint, nem voltam egyedül. Azt csináltam, amit szeretem, amiből meg szeretnék élni, szóval csodás volt egyszerűen. Amikor tehetném, mennék vissza. Hosszú idővel az indulás előtt az ember még nem érzi annyira az izgalmat, de ahogy közeledik a nagy időpont, egyre jobban foglalkoztatja a gondolat. Úgy indult a történet, hogy tavaly évvégén a Bálint kitalálta, hogy ezt meg kéne valósítani, és az elején úgy kicsit úgy voltam vele, hogy volt bennem egy ilyen kettőség, hogy most ennyi időt kint tölteni, meg volt bennem egy-két ilyen kérdés, de így, ahogy telt az idő, így magamban eldöntöttem, hogy ez meg fog történni, és hogy én is kimegyek. Hát egy olyan bő fél év ugye eltelt nagyjából így a tervezés meg a megvalósítás között. Hát nagyon vártuk, én legalábbis nagyon vártam. Viszonylag korán megvettük így a jegyeket, meg lefoglaltuk a szállást, meg stb., meg elkezdtünk intézkedni. Hát igazából az utazás pillanatáig én nem tudtam elképzelni, mire számítsak, vagy hogy milyen lesz tényleg egy olyan egy ilyen nagy kérdőjel volt, hogy
annyi elképzelésem volt, hogy az ország ugye milyen, meg hogy mire számíthatunk, de hogy magáról az élményről úgy nem nagyon tudtam egy ilyen képet alkotni, hogy milyen lesz. De onnantól, hogy kiértünk, egy ilyen teljesen más világ volt így előttem, tehát nagyon más volt, mint amire számítottam igazából. Sokkal közvetlenebbek voltak így az emberek velünk, mint például itthon, meg más volt az embereknek így a látásmódja, így az élethez való hozzáállásuk, meg így az alap, tehát az embereknek a kedve, akkor a közérzete. Kicsit úgy minden más volt kint. Én nagyon jól éreztem magam, az edzések azok felnyitották így a szemem, hogy mit kell csináljak, hogyha sikereket akarok elérni, mert intenzitásban, meg az edzések számát tekintve is sokkal több volt ugye az edzés. Itthon ugye ezt nehéz megoldani, mert iskola, munka, stb. Ugye kint ezt megtapasztaltuk, hogy milyen, hogyha az ember ezt teljes idejében ezt csinálja, gyakorlatilag főállásként, és ugye napi két edzésünk volt, mellette futással, és meg tudtuk tapasztalni, hogy aki ebből él, és ezt csinálja, hogy ez milyen, milyen is ez a teljes erőbedobással edzeni, és mindent úgy csinálni, hogy kell. Ha valaki ilyen fiatalon ennyire messzire kerül a szülői háztól, az meg tudja viselni, még akkor is, ha két barátjával érkezik a kalandra. Egy nagyon családias hangulatú, nagyon, nem tudom, hogy többi teremben, ugye voltunk három edzőteremben, abból egy olyan kicsit idegenebb volt, ott csak egy napot edzettünk, mert ott nagyon inkább a turistákkal foglalkoznak, ott ilyen kicsit hidegebb volt a hangulat, viszont ahol egy hónapot eltöltöttünk, ott nagyon családias hangulat volt, volt 10 edző nagyjából fiataltól az idősebbig, és nagyon egyén tényleg, mint egy család úgy viselkedtek egymással, meg velünk is, nagyon gyorsan befogadtak minket, és így azért könnyebb volt az akklimatizálódás, mert azért közvetlenek voltak, kedvesek, segítőkészek, szóval ők segítettek ebben mindenképp, szóval egy nagyon ez is egy pozitív része a dolognak, pozitív élmény. A családias hangulat mellett egy sportolónak rendkívül fontos az étkezés, ami Tájföldön bizony nem EU-kompatibilis. Könnyen kifog az ember gyomrán. Én nagyon szeretem a csípős ételeket, úgyhogy nekem nem volt nehéz megszoknom, meg én úgy alapból is itthon is szeretem az ilyen ázsiai stílusú kajákat, meg szeretek, például a tájkát is szeretem. Amikor kimentünk, akkor azért egy ilyen kicsit, nem is az a hideg zony, de egy ilyen kultúrsokk azért egy kicsit azért megütött, mert ugye nem lát az ember olyan ételeket, mint itthon. Tehát teljesen más gyakorlatilag minden, viszont nagyon gyorsan megszokható, mert ehhez a sporthoz is, meg úgy alapból egy egészséges életmódhoz nagyon sokat hozzásegít, mert tápanyagokban dús, nagyon fehérjedús, egészséges. Például nekem itthon sokszor szokott fájni a hasam, néhány ételtől, kicsit nehezebbektől, kint nem, tehát gyakorlatilag semmi problémám nem volt az ilyenekkel, mert könnyebbek az ételek, ugye glutén se annyira, meg tejtermékeket se annyira szeretik ők, így az ételeikben inkább rizstészta, rizsek, csirkehús, marhahús, szóval sok zöldség, úgyhogy nagyon változatos és nagyon finom. Szóval nekem az is egy nagyon pozitív része. Meg amúgy olcsó is, szóval az is egy plusz. A távol-keleti harcművészetek és küzdősportok jellemzően nem csak magáról a sportról szólnak, hanem a mögötte húzódó gondolkodásmódról is. Kettő dolog, amit biztos, hogy pluszt ad, és amit nem fogunk tudni utolérni, egy a közeg és a kultúra. Tehát itt nem csak arról van szó, hogy magát a mozgásformát és ezeket sajátítják el, nem csak az van, hogy a nyelvet élőben, hanem az a fajta hozzáállás, az a fajta szemlélet, amit kint ezek a versenyzők, mondjuk így mondom, nem a személyenként, de hogy ez az 500 év alatt ez hogy alakult át, és hogy lett ebből versenysport, hogy harcművészetből ezt miként képviselik. Volt szerencséjük Bangkokba klubot látogatni, Phuketten is klubot látogatni, de ez az egy hónap észak-tájföldi terület, ez teljesen megváltoztatta a gondolkodásukat, én azt mondhatom ilyen szempontból. A hozzáállása az embereknek, a sport szeretete, ez teljesen más volt, mint amihez hozzászoktunk mi nyugati területeken, és azt a versenyszellemet egy kicsit lenyugtatta. Tehát minden tekintetben ilyen nyugodtabb, megfontoltabb és biztosabb alapokon nyugvó hozzáállást tett a sportolók számára lehetővé, és ez érződik is most a munkájukban. Tehát érzem, hogy mennyivel stabilabbak, mennyire pontosabbak bizonyos technikák esetén, és látszik, hogy ez hol hozott hasznot erőben, hozzáállásban, gondolkodásban mindegyik fiatalon. Ádám részéről komoly vállalás volt, hogy felépülése után rögtön edzések közepébe csapott, de nem bánta meg, és végül még mérkőzést is vívhatott. Volt egy sérülésem, szerintem márciusban, ugye?
és pont úgy volt, hogy úgy jött ki, ugye gyógytorna, hogy akkor már el tudtam kezdeni ugye kint edzeni, és ezért is nagyon vártam, ugye, hogy vissza tudjak jönni a napi rutinomba. Nekem ez egyébként nagyon nagy élmény volt Thaiföld, teljesen más világszemlélet, más életfelfogás, sportmentalitásban is teljesen más kaptam, és más tudtam átvenni. Igazából én szerettem volna ugye kint versenyezni, orvos utasítására még nem versenyeztettem volna, de ugye mivel Thaiföldön egyszer van ilyen lehetőség, ezért úgy gondoltam, hogy ezt muszáj kihasználnom, és el is ugye mentem. Igazából ugye ez a versenyzésnek ugye már csúcsa, ugye a profi miatt, mert ugye eddig amatőrt vívtunk itthon, és ugye helyi táj ellenfeleket kaptunk. Thaiföldön a Thai box nemzeti sport. Mindenhol edzőközpontokkal és komoly versenyekkel, amihez a legmagasabb szinten a fogadóirodák is csatlakoztak. A tájok igazából nyugodtabb felépítésű, ugye ez 5 menet alapból, 5-3 perc, és náluk a pontozás is máshogy van. Úgy van, hogy az első 2 menet ugye ez inkább ilyen ismerkedés, és a 3.-4. menetet pontozzák le rendesen, és az 5. menet az is egy ilyen, ugye akkor már tudjuk, hogy ki a győztes, hogyha nincs kiütés, és akkor az is már egy ilyen lájtosabb hangvételű ugye menet, de igazából ott sokkal élvezetesebb ez az egész, sokkal nagyobb ceremónia van körülött az egésznek. Ugye elején van minden ilyen meccs előtt az első meccsen egy ugye királynak tiszteletadás, igazából meg ott nagyobb is a show, ugye ez az egész hangulat. Vannak olyan helyek, ugye, ahol erre az egészre ráépül egy ilyen fogadásrendszer, szóval még az is ugye ezt a hangulatot tetőzi. Mindhárom fiúnak nagyon sokat adott ez az edzőtábor, hiszen nem csak napi edzéseket élvezték, hanem az ország és a kultúra is nagy hatással volt rájuk. Kicsit bántam, úgymond, hogy hazajöttem-e, mert nekem nagyon közel áll a szívemhez Thaiföld. Igazából, amit ott tanultam az, hogy egy sokkal nyugodtabb mentalitással jöttem vissza, szerintem. Ugye kint a buddhizmus nagyon sokan követik, és ez nagyon látszik az egész országnak a felfogásában az emberekben, meg ugye az edzésben is. Ott olyan az edzés, hogy ugye az alapokat nagyon jól megtanulják, ugye mindig az alapokat csinálják szinte csak, és sokkal hosszabb hangvételű és lassabb szerintem az edzés ott, és én ezt jobban is szeretem. Ugye az, hogy kitartó vagyok, mármint, hogy azt hogy megtanultam kint, hogy ugye a határaimon túl is tudok menni, akár olyan közegbe, meg olyan edzőkkel, szóval magamról is ez egy nagyon sok tanulást adott ugye ez az egész út, mert ugye ott azért kellett küzdeni. Egy ilyen kapcsolat sokat érhet majd a jövőben, hiszen adott esetben további fiatalok utazhatnak ki a következő években, és esetleg edzőket is lehet hazánkba csábítani. Elindult egy szakmai kapcsolat, nem csak most ezzel a két edzővel, hiszen két mester foglalkozott vele, hanem az iskola, ahol voltak, azokkal is. Volt már belőle egyeztetés, hogy miként fognak jönni, bízom benne, hogy most az egyik mester az egy hosszabb időre Magyarországra tud érkezni, ennek folynak most az előkészületei, és hát az a tervünk, hogy itt a déli régióban is legalább egy hónapra őt folyamatosan fogjuk foglalkoztatni, vendégül látni, használni a tudását, hogy fogalmazzunk így. Szoktam mondani, hogy de senki nem lehet profita a saját hazájába. Amíg én a saját gyermekemnek ugyanezt mondtam, hogy nem kell rohanni, ráérünk a versenyzéssel, türelem, addig az kevésbé volt hiteles. Most, hogy kint ugyanezt tapasztalja, ez pozitívan visszajött. Tehát én abba bízom, hogy ez a másfajta gondolkodás mód, és az, hogy alaposan végigvesznek sok-sok technikát, és külön személyi edzésként tudnak majd egy tájföldi mesterrel edzeni, pluszba amellett, amilyen munkát végzünk mi itt, ez a kettő összeadódik, és egy új lendületet ad ennek a versenysportnak számunkra, és aki viszont nem versenyezni akar, annak pedig egy új megközelítés. Tehát azért ez a fontosabb, ez hosszabb ideig tart, mint a versenyzés, de bízom benne, hogy mind a kettő oldalon lesz hozadéka. A munka pedig folytatódik tovább, hiszen idén még az országos bajnokság mellett EB és VB is vár a fiatalokra. Aki pedig szeretne csatlakozni hozzájuk, az keresse őket a Facebookon, vagy hétfőn, szerdán és pénteken, a Sörház alatti teremben este 17:30-tól.
Thank you.